Hétfő délután a Naplemente nyugdíjas klub lakói gyűltek össze a Grassalkovics művelődési házban. Különleges alkalom volt ez a mostani, mivel az idősek napja alkalmából több műsort is előadtak számukra. A Vörösmarty tér óvoda és az 5-ös számú általános iskola diákjai is felléptek. Vidám dalokkal és játékos előadásokkal készültek a klubtagok számára. Mindemellett Szinyei András alpolgármester, Koza József és Valló Ede is köszöntötte őket. Kedden a Szent Erzsébet idősek otthonában is nagy volt a készülődés. Az otthon lakóiból többen nagy izgalommal ültek ki társaik elé. Egy rövid műsort adtak nekik, jó tanácsaikat osztották meg a többiekkel ki érzelmesebb, ki humorosabb formában. Majd a Naplemente klub kórusa következett. Ők nem csak énekekkel és versekkel készültek, hanem személyes történeteiket is elmesélték. Még meghittebbé téve ezáltal a programot. Horváth Richárd polgármester azt mondta, a legfontosabb az, hogy a jókedvet sosem szabad elveszíteni. Mindenkinek, aki itt van, vannak az életében olyan élmények, eredmények, olyan dolgok, amire büszke, amelyet elért, amelyet meg tud osztani másokkal. És amikor úgy érzik, hogy egyedül vannak, mert biztos, hogy érzik úgy, hogy egyedül vannak, amikor úgy érzik, hogy egy kicsit mostohán bánt önökkel a sors. Amikor talán nem elég gyakran találkoznak a szeretteikkel, vagy nem kapnak elég ölelést, meleg szót, akkor nyugodtan idézzék ezt. Idézzék meg azokat a pillanatokat, amikor boldogok voltak. Amikor úgy érezték, hogy önöki az egész világ. Amikor együtt örültek másokkal. Amikor a családjukkal voltak. Az idősek világnapját 1991 óta október 1-én ünneplik, de az egész hónap az idősekről szól. Ilyenkor sokkal több programmal készülnek számukra.